Vendégünk a stúdióban Váci Virág, joga oktató. Szia! Sziasztok! Most csak az egyik titulusodat mondtam, mert hogy a másik ugye ez a televíziós szerkesztő, mi onnan ismerjük egymást, főszerkesztőként dolgoztál az egyik műsorban, ahol én szerkesztő voltam, de mesélj nekünk kicsit arról, hogy hogyan kerültél közel a jogához. Hát nagyon szerencsés vagyok, mert én már egész kicsi gyerekként közel kerülhettem a jogához, ugyanis az én apukám a 80-as években jogázott. Volt neki egy ilyen régi jogakönyve, már akkor is megvoltak sárgulva a lapjai, és ő abból tanult autodidakta módon jogázni, otthon végzett mindenféle furcsa pózokat, meg légzőgyakorlatokat. Ez számomra nagyon érdekes volt, és néha meg is tanított nekem egy-egy pózt, csak úgy játszásiból. Aztán én sajnos nagyon korán elveszítettem az édesapámat, és a jógás tapasztalataimban egy nagy szünet következett, és aztán a 2000-es évek elején, amikor már a médiában dolgoztam, egy eléggé stresszes életmódban, azt talán nem kell bemutatnom, akkor tudatosan kerestem valamilyen olyan módszert, ami segít nekem egy kicsit abban, hogy a stresszt azt egy kicsit lejjebb csökkentsem az életemben. Eljártam én mindenféle edzésekre, aerobik órára, meg fitnessterembe, meg ide-oda, de azt éreztem, hogy elmegyek egy aerobik órára, és ott 120-on vagy még magasabban pörög a pulzusom. Nekem erre semmi szükségem nincsen, mert nekem alapból 120 a pulzusom, amikor egy előadás elkezdődik. Úgyhogy, és akkor betévedtem egy jóga órára valamiért. Nyilván a gyerekkori élményekből adódóan hívogatott engem az, hogy betévedjek egy jógaterembe, és akkor ott azt éreztem ezeken a jóga órákon, hogy ez az, amire szükségem van. Mozgok is, át is mozgatom, rugalmasan tartja a testemet, és közben meg nem pörgetem magam, hanem lenyugtatom magam. És szinte biztos vagyok benne, hogy nagyon büszke lenne apukád, hogy már 13. alkalommal ugye a Hősök terén egy rendhagyó jogaórát tartottatok. Hogyan jött ennek az ötlete? Kicsit mesélj erről, kérlek. Fú, ott a 2016 környékén nekem volt az életemben egy nagy váltás, akkor a média és én úgy döntöttünk, hogy tartunk egy kis mosolyszünetet egymással, és akkor áthelyeződött a fókuszom a jogára, már azelőtt is tartottam jogaórákat, de akkor egy kicsit több jogaórát kezdtem tartani, és akkoriban 2014-ben nyilvánították a jóga világnapjává június 21-ét, és akkor így gondolkodtam rajta, hogy valahogy kéne valahogy megünnepelni, mégiscsak egy jóga oktató vagyok, nem tudom, valamit ki kéne találni, hogy hogyan ünnepeljük meg a jóga világnapját, és esküszöm, nem tudom honnan, jött, összeállt a fejemben egy ilyen kép, hogy ott a Hősök terén olyan klasszul lehetne jógázni, hát ott szoktak BMX-ezni, meg gördeszkázni, mindenféle ilyesmi dolgot csinálok, miért ne lehetne jógázni. És csináltam egy Facebook eseményt 5 évvel vagy 6 évvel ezelőtt, hogy gondoltam, kijön egy pár ember, aki jár hozzám jóga órára, hogy ott hajnalban nap felkelt, akkor olyan szépen följön a szobrok mögül a nap, ki is mentem előző hajnalban megnézni, hogy hol kell föl a nap. És a legnagyobb megdöbbenésemre több százan kijöttek erre az eseményre, és ez olyan nagy népszerűségnek örvendezett, hogy újra és újra megismétlem. Én már viccesen megjegyeztem Csitinek, hogy számomra hősök azok, akik 5-kor kimennek jógázni, úgyhogy találó a helyszín a Hősök tere. Az idei esemény az hogy épült fel? Ugye napüdvözlettel kezdtek minden évben, viszont most volt egy rendhagyó része, egy premier, egy jógadalt is bemutattatok. Jaj, de jó, hogy megkérdezed, nagyon kedves tőled. Igen, hát én sokféle joga stílus tanultam és oktatok, és az egyik az a gyermek joga módszertan, ami nagyon közel áll a szívemhez, a joga móka módszertan, Csiki Marian mestertől tanulom én ezt a módszertant, és összeálltam jogaoktató társammal, Kuti Judittal, és kitaláltuk, hogy írunk egy dalt a gyermek jogáról. Az a cím, hogy Joga Móka dal, és akkor megírtuk ezt a dalt, elénekeltük, felénekeltük stúdióba, és kitaláltunk hozzá egy koreográfiát, ami egy nagyon klassz joga gyakorlatokból álló koreográfia, amit a gyerekek nagyon könnyedén, játékosan el tudnak sajátítani, ahogy hallják a zenét, hallják a szöveget, hallják a dalt, a dallamot, tudnak rá mozogni. És ez a kis 4 perces dal, ez segít abban, hogy a gyerekekkel megszerettessük a jogát, egyébként a felnőtteknek is tök jó móka eltáncolni ezt a dalt, és itt valóban a Hősök terén együtt jógáztuk, vagy táncoltuk el ezt a dalt először így közösen. Az is az egyik különlegessége volt ennek az alkalomnak, hogy egy indiai jógaoktató is csatlakozott hozzátok. Ki volt ő? Ő Babita Vág, ő az indiai nagykövetség, Budapesti indiai nagykövetség, jóga nagykövete tulajdonképpen. Ő Indiából érkezett, Indiában egyetemen végezte, vagy tanulta a jógát, és ő neki az a küldetése itt Magyarországon, hogy népszerűsítse a tradicionális jógát itt a magyar emberek között. Hogy egy picit általánosabb vizekre elvezünk, akkor véleményed szerint miért érdemes elkezdeni jogázni, vagy kinek ajánlanád a jogát, mi az, amiben segít, akár testileg, akár ugye mentálisan?
Hát én gyakorlatilag mindenkinek ajánlanám a jogát, akár gyerek, akár felnőtt, nyugdíjas, idős, egészséges, kevésbé egészséges, beteg, mindenkinek ajánlanám a jogát, mert ez egy olyan módszertan, egy olyan életfilozófia, egy életmód tulajdonképpen, ami segít nekünk abban, hogy ebben a rendkívüli, zajos, stresszes világban egy picit balanszba kerüljünk önmagunkkal. Annyi rengeteg inger ér minket, most minket is, ahogy itt ülünk, szól a zene, kamerák vannak, fények vannak, itt a Duna, meg minden, és nem tudunk egy dologra koncentrálni. Talán ez is nem is az, hogy elcsendesítsük az elménket, ugye a jogának ez a végső célja, hogy elcsendesítsem az elmémet, és akkor megvilágosodjak. Szerintem itt mi Európában annak is örülhetünk, hogyha képesek vagyunk egyetlen dologra koncentrálni. És tulajdonképpen a joga ebben segít minket. Minden egyes ászana, minden egyes légzés gyakorlat, minden egyes meditáció erre az útra terel minket, hogy képesek legyünk fókuszáltan élni az életünket, és mindig az adott pillanatban az adott dologra koncentrálni, amiben éppen vagyunk a jelenben. Idén még várható hasonló flashmob, vagy majd jövőre ugyanott ugyanekkor? Hát nagyon nagy az érdeklődés, és egyébként az első két évben úgy volt, hogy minden hónapban csináltam egyet, júliusban, meg augusztusban volt, hogy fönn a Gellért hegyen a Citadellán jógáztunk, aztán a Covid közbeszólt, és akkor ott már ilyen szűkösebbek voltak a lehetőségek, és tavaly előtt már csak egy volt, de hát ki tudja, még az is lehet, hogy itt augusztusban annyira megtáltosodunk, hogy még csinálunk még egyet, akár a Hősök terén, akár fönn a Gellért hegyen. Picit fáztam a jogától, de most megjött a kedvem. Már? Nem, a feleségem, feleségem gyakorolja, de hogy én még nem. Én se soha, úgyhogy ott a helyünk és kifejezetten megjött most ettől a beszélgetéstől a kedvem. Nekem is. Meg kell találni azt a stílust, azt az oktatót, aki számodra szimpatikus, aki be tud szippantani ebbe. Lehet, hogy nem az első lesz, lehet, hogy a sokadik, de mindenképpen megyünk a virághoz. Gyerek, köszönöm, hogy eljöttél. Köszönöm a meghívást.